napot kívánunk, kedves nézőink! Önök a Pécsi Körzeti Stúdió Sétatér című magazin műsorát láthatják. Az imintiekben a felvidéki Dióhéj Citera zenekar muzsikájával köszöntöttük önöket. A Dióhéj Citera zenekar egyébként a közelmúltban Pécset megrendezett határon túli magyarok fesztiválján vett részt. Nos, ez volt eddig a programban, de hát hamarosan sok mindenről szól lesz. Igen, a Sétatér című magazint látják valóban, és ezt a sétateret milyen jelképes címnek gondoltuk annak idején, ezt szeretem elmondani. Egy kicsit úgy értelmezzük, hogy így hétvégén felveszünk a viszonylag jobb ruhánkat, és végigmegyünk a sétatéren, és megállunk bizonyos kirakatok előtt. Egyik kirakat szegényesebb, a másik jobb, érdemes előtte elácsorogni, megnézni, hogy ezt kéne megvenni, azt kéne megvenni. Egy ilyen panoptikumot szeretnénk átmutatni, mit is részletesen nézzük meg. Következik a képes műsor előzetes. Keleti kultúrákkal ismerkednek az egyetemisták Pécset. Már áll néhány ház. Márton és a Luda. Keserű emlékek, visszaemlékezések. Szál az ének Bonyhádon. Ma kaposfői kacalt készítünk. Határon túli magyarok találkozója Pécsett. Ez a képes műsor előzetesünk, de még egy dolgot el kell mondanom. Kedves nézőink, a 0680 210 224-es telefonszámon hívhatnak bennünket, mert hogy a mai műsorból sem maradhat ki a játék. Tehát a képernyőn látható telefonszámon már is jelentkezhetnek játékra. Így van, játszani mindig érdemes, mert díjak vannak, méghozzá nem is kis díjak. De akkor álljunk meg az első kirakat előtt, ami lehetne talán, ha nem is idegenforgalmi ajánló, de valami érdekes, minden esetre mielőtt eljutnánk, mert íve van a mai adásunknak a kaposvői pacal készítési módjáig, még távolabbi tájakra, még Kaposfőnél is messzebb megyünk, Ázsiába. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Bárdi Lászlót, az Ázsia Intézet igazgatóját és igazgató helyettesét, dr. Wilhelm Zoltánt, és stílszerűen itt látok egy ilyen füstölőt, én hagyj gyújtsam meg, hogy beszélgessünk úgy, hogy legalább illatban távoli tájakra evezzünk. Itt az imént hallgattuk a híreket, és volt benne egy hír, hogy na talán meggyullad, hogy a pápa Indiába látogatott. Mit keres a pápa Indiában? A pápa vélhetően szeretne az ottani keresztény közösséggel kapcsolatot teremteni, mert ő hangsúlyozottan mindig a világegyház fejének a rangját, méltóságát, kötelezettségét szokta említeni, és ehhez ennek része ez a látogatása. Jó lehet, Indiában és általában Távol-Keleten nem magas a keresztények száma, ennek inkább elvélentősége van. Mennyi körülbelül? Indiában a lakosság arányában 0,4%, de ez azt jelenti, hogy 20 millió. Így van, tehát ez 20 millió ember, két magyarországnyi keresztény él Indiában. És Kínában, Koreában, Japánban hasonló helyzet, az arányok mértéke rendkívül alacsony, az abszolút szám egy kicsikét több. Mennyire toleránsak ott a másik vallással, más vallással szemben? Hát közismert, hogy Ázsia az összes nagy világvallás szülőhazája, onnan indul ki valamennyi, és ebből következik, hogy az a vallások egymás mellett élése évezredes hagyomány. Volt alkalmuk megtanulni az illeszkedést a hinduizmusnak a buddhizmushoz, a konfucianizmus, a tao, a sintó és így tovább. Azt hiszem bizonyos nehezebb, zavarosabb időszakokat leszámítva, általában a kölcsönös megértés volt a jellemző. Közben itt mi már jelezzük az illatot, az elméleti sík mellett, most jöjjünk vissza gyakorlatilag, ez konkrétan mi a neve ennek? Ez csupán egy egyszerű kis füstölő rudacska, amit Távol-Keleten a templomok szentélyek bejáratánál, hatalmas nagy bronzüstökben, ugyanennek a kis porcelánnak a hatalmas nagy bronzüst változataiban, avagy Buddha szobrok előtt Amitabha és a többi vallás alapító, illetőleg szentnek tekintett, mi fogalmaink szerint szentnek tekintett személyiségek szobra előtt szokás meggyújtani. Egyfajta áldozatot jelent, ahogyan a füst száll föl az égbe, egyúttal jelképezi az ígékkel való kapcsolattartást is. Tehát akkor itt szimbolikusan áldozunk a sétatérben, a sétatéren, és talán menjünk akkor végig ezen a témán. Az Ázsia Intézetnek mi a szervezeti fölépítése, mibe tagozódott, hogy jött létre egyáltalán, és
még hogyha sok kérdést akarnánk föltenni, egyébként teljesen helytelenül, akkor az az lenne, hogy milyen érdeklődés van itt Pécsett és Magyarországon Ázsia iránt. Hát a létrejöttének meglehetősen régi, több éves hagyománya van. Már korábban kezdődött 5-6 éve egy kelet-kutatói tanszék fölállításának a gondolata. Amikor Budapesten ez megszűnt, mert lényegében megszűnt a nagy iskolateremtő professzorok halálával, Debrecenben, Szegeden voltak hasonló törekvések, végezetül ez év tavaszától gyorsult fel a folyamat, amikor az egyetemnek a rektora, Tóth professzor döntött a központ létrehozásáról, amely egyelőre az indulás időszakát éli, hiszen tavasztól a szervezés, a tantárgyak összeállítása, a tanárok és vendégtanárok jegyzékének az összeállítása, és hát nem utolsósorban a hallgatók jelentkezése, mert ősztől már az oktatás is megkezdődött. Ázsia nagyon messze van, a legközelebbi ország is messze van. Miként lehet a kapcsolatot tartani ezekkel az országokkal? Ez egy érdekes dolog. Ázsia azért nincs olyan messze tőlünk, mint ahogy gondoljuk, hiszen Európa gyakorlatilag Eurázsia része, és így Ázsiának csak egy kicsi kis félszigete, hiszen Ázsia maga 44 millió négyzetkilométer, míg Európa 10 millió csak, de a hagyományok azok mindenképpen arra köteleznek minket, hogy Ázsia felé nyissunk, és Ázsiában kutakodjunk tudós szemmel is. A magyar tudósok jelentős része folytatott Ázsiában kutatásokat. Ezeket próbáltuk feleleveníteni a jelenben. Gyakorlatilag rendkívül jó és élő kapcsolataink vannak kinti kutatóintézetekkel, egyetemekkel. Éppen Tóth rektor úr írt alá nemrégen egy megállapodást egyik kínai, illetve pekingi egyetemmel. Tehát a kapcsolatok gyakorlatilag élnek, mindennapos kapcsolatban vagyunk e-mailen, telefonon, faxon keresztül, és hogyha sikerül kijutni, ez egy különleges ajándék mindannyiunknak, amikor személyesen is tudunk találkozni, és közös kutatásokat folytathatunk. Az imént István azt kérdezte, hogy milyen igény, illetve mennyire van érdeklődés a szak iránt, illetve Ázsia iránt. Most következik, kedves nézőink, egy nagyon rövid kis összeállítás arról, hogy miért jelentkeztek erre a kurzusra a diákok. 3. éves magyar szakos hallgató vagyok, és azért választottam, mert érdeklődöm a kínai kultúra iránt. Egy műveltség, és kíváncsi voltam, hogy milyen. Keleti kultúra, hát az egyik ősi kultúra, úgyhogy nyilvánvaló, hogy itt kezdem el. Műveltségi tárgyként választottam a Kínai civilizáció alapjai című kurzust, mert érdekel. Talán a közeljövőben esetleg lehetőségem nyílik arra, hogy talán Kínába esetleg kilátogathassak ismerősökkel, és akkor már úgy felkészültem megyek. Itt ez a személyes találkozás, amit épp az imént ön említett, ez volt a diákok véleménye, de Bádi doktor, ön annak idején miért fordult éppen Ázsia felé? Hát egyrészt az, amit Wilhelm Adintus úr is említett, egyfajta tudományos elkötelezettség, tudományos örökség. Germánuszé Körösöcsöm a Stein hagyatékának a folytatása, de azt hiszem a múlt mellett egy jövőbe szóló nagyon fontos üzenet van, és talán a hallgatók is ezt érzik, amikor egy kis szaknak, amelynek néhány tucat hallgatója van, ide pedig a 11 tantárgyra majdnem 600 hallgató jelentkezett, mert különböző tárgyak rendszeréről van szó. A jövőnek szól egy nagyon fontos kihívás. Muszáj ezt egy csöppet értelmeznem, mert Magyarországon jelenleg a külpolitikának és a gazdaságpolitikának gyakorlatilag az egyetlen preferált célja az Európai Uniós tagság. Nem az Európába bekerülés, 1000 éve itt lakunk. Az Európa Uniónak a gazdasági, politikai integrációja a jövő útját jelenti. Európára figyelünk, de nem árt, hogyha az úrunk hegyénél egy kicsikét esetleg nagyobb a látóhatárunknak a végső határa, mert az Európa Unióra figyelünk. De arra nem, hogy az Európa Unió mire figyel, mert ők Ázsiára figyelnek, a közismerten felfutó pacifikus térségre, és ezt érzékelteti az Európa Uniónak a kormánya, a Commission, a bizottság, évekkel ezelőtt hozott egy rendkívül fontos határozatot a hosszú távú Ázsia stratégiáról, egy évvel később pedig a hosszú távú Kína kapcsolatokról. Ezekre Kínát nem figyelünk. Ugye, bocsánat, azt mondják, hogy a 21. század legfejlődőbb országa lesz. Teljes joggal mondják. Szaporodnak a jelek, amelyek erre utalnak. Teljes joggal mondják. Hát mi voltunk néhányan már, jó néhányszor Kínában, és ezt az egyértelmű fejlődést többször és nagyon sok térségben lehetett látni. Elálmélkodtak olyan munkatársaink, akik látták és hallották a magyarázatot,
egy-egy városban, ahol másfél év alatt 40 felhőkarcoló épült. És egy kicsikét modernebbek, mint a 60-es, 70-es évek amerikai legendás felhőkarcolói. Meg hát az, ugye a világ legnagyobb piaca, ha mondjuk egy kanalat kell eladni, és akkor az 1 milliárd 200 millió jelen állapot szerint, ha jól tudom én a statisztikát szükségeltetik, amennyiben ez kötelező. Uraim, nagyon köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket és bejöttek. Én részemről nagyon szeretnék itt hallgató lenni, sajnos elkéstem. De hát köszönjük még egyszer, és mi következik most? Kedves nézőink, most következő néhány percben Gyűrűfűre látogatunk el, ez a Szigetvár közelében található település. Arról vált híressé annak idején, hogy ez volt az első magyar település, amely elnéptelenedett. Nos, az utóbbi években azonban újra éled, mert hogy szerencsére vannak olyan lelkes családok, amelyek ökofalut szeretnének itt kialakítani Gyűrűfűn. Nos, hogy ez hogy áll, milyen stádiumban van az ökofalu kialakítása, többek között arról is szól a most következő néhány perc. 1991 telén három fiatal ember egy olyan területet keresett Magyarországon, ahol még háborítatlan a természet, és alkalmas a letelepedésre. Ekkor bukkadtak rá Szigetvár közelében Gyűrűfűre. Egy céljuk volt csak, a századvégi életforma helyett egy lassúbb, természetközeli élet megvalósítása. Mindenki máshogy fogalmazza meg, azt hiszem, hogy aki ide kerül, hogy miért jött ide, mert a személyes indítatásunk az egyrészt az ökológiai életforma, szemlélet, másrészt egy más életforma, mint ami mondjuk a mostani városi világban élhető, és egy kicsit a közösségi igény is, tehát egy olyan közösségbe tartozni, ahol hasonló gondolkodású emberek élnek, laknak és tevékenykednek. Az építkezések megkezdése előtt készült rendezési terv alapelve a természet megóvása volt. Ez természetesen megszabta az építkezési módszereket is. Inkább a hagyományos technológiákat próbáljuk felemelíteni, tehát vert faluházak vannak elsősorban, vályog téglából, könnyű vályog ház is van, és hát egy kicsit próbálunk kísérletezni, ötvözni a hagyományos technológiát az új technológiákkal. Gyűrűfűn jelenleg 8 ház áll készen arra, hogy még a tél beállta előtt beköltözhessenek a lakók. A hivatalok, ha nem is túl könnyen, de mára már elfogadták a baranyai ökofalut. Van, aki csak mezőgazdasággal kezdett el foglalkozni, kecsketartással, tehenekkel, lovakkal, vannak, akik szellemi munkát végeznek, fordítás, számítástechnika, és hát hosszú távon pedig szeretnénk ezeket bővíteni, tehát a feldolgozó jellegű ipar, tehát gyapjú feldolgozás, esetleg fa megmunkálás a környékből adódóan, falusi turizmus. A falu életét megkönnyíti, hogy a nyár végén kővel szórták fel az addig szinte járhatatlan földutat. Igaz, rossz idő esetén így is csak terepjáróval lehet közlekedni, esetleg lóháton. Kicsit jobban kell igazodnunk itt az időjáráshoz az életformában, tehát akkor kell intéznünk a dolgokat, amikor az időjárás megengedi, lehetőleg. Nekünk személyesen, mi családunknak az első tél lesz itt, tehát ez majd most fog kiderülni, de akik itt laktak, ők egy kicsit más életformában, nyugodtabban tudtak itt tevékenykedni, és azt mondták, hogy nem volt vele nagyobb problémájuk. De hát minél többen vagyunk, annál könnyebb ezt megoldani. Éppen ezért várják mindazokat, akik szeretnék maguk mögött hagyni a városi élet zaját, a rohanást, a füstöt, és elfogadják és tisztelik a természetet. A rendezési terv szerint a legfontosabb dolog, hogy annyi családot szeretnénk, hogy itt lakjon, amennyit a terület elbír tartani. Ezt olyan 40-50 családban határoztak meg a szakemberek, és hát egyelőre 8-10 család van, tehát ha még sok családnak van itt hely. Kedves nézőink, a Dombóvár környéki hegyhát evangélikus templomai romokban állnak. Az elszegényedett falvak nem tudják ezeket a bizonyos templomokat, ezeket a lepusztult templomokat fenntartani. A kerület evangélikus lelkésze szinte egyedül küzd a még álló ági templomért. A hegyháti evangélikusok nagy része német nemzetiségű volt. Így az 1945 utáni kitelepítések miatt az evangélikus gyülekezetek tragikusan megfogyatkoztak. A kevés számú hívő nem tudta fenntartani a templomokat, így azok idővel életveszélyessé váltak és bontásra ítéltettek. A déli evangélikus egyházkerület püspöke Harmati Béla 96 tavaszán itt járt. Megnézte ezt a templomot is, valamint a szomszédos falu gerényes templomát is,
végül a szabadi községben álló evangélikus templom romját, és hát mind a háromra ő azt mondta, hogy mivel nincs nagy létszámú gyülekezet ezekben a falvakban, ő azt javasolja, hogy az egyház község döntsön úgy, hogy bontsák le ezeket a templomokat. Ágon jelenleg két evangélikus család él. Ők már talán belenyugodtak a templom sorsába. Nem is a régen, még az én fiaim itt konfirmálkoztak, mind a három. Én itt esküdtem, itt keresztelkedtek, itt kereszteltük meg a fiaimat, mind a hármat. Úgyhogy hát itt nem van régen mentem el így tönkre. Csak hát most már az a falu is oda van teljesen. Mindig rosszabb lesz, ha csak rá kell nézni itt mindenre, és akkor már meg lehet állapítani, hogy mi hogy van. A gerényes és a szabadi evangélikus templomok falait már ledöntötték. A sorsfintora, hogy a bontott téglákat műemléktemplomok felújítására Hollandiába szállítják. Anyagi támogatás hiány Aradi András, az egyházkerület lelkésze, szinte egymaga küzd az ági templomért. Ez a templom szimbólum ennek a falunak egyetlen temploma. Akkor, amikor temetnek, akkor itt a templom toronyban lévő harangok szólalnak meg, és egyáltalán ez a templom, még egyszer mondom, valamilyen szimbólum ennek a falunak. Talán azt is mondhatnám, hogy az élet szimbóluma. Mert ahol egy faluban már templom sincs, annak a falunak a sorsa már, így is mondhatnám, hogy megpecsételődött. Hát ha ezekben az emberekben még élteti a reményt, ez a még álló templom. Az ember szomorúan nézi ezeket a képeket, és ilyenkor mindig nehéz egyel tovább menni, mert nagyon sok olyan kérdés merül föl természetesen, hogy ugye két család van ezekben, ebben a faluban, ami itt szóba jöhet, de azt tanácsolom, az elején azt ígértük, hogy olyan sétatérszerűen egy-egy kirakat előtt megállunk és tovább megyünk. Menjünk most is tovább, játszunk. És hogy jó kedvű legyen ez a játék, rögtön el is mondom annak a kedves nézőnek, aki a vonal túlsó végén van, hogy 5000 forintos ajándékutalvány az a nyeremény, amelyért játszhatunk. Nem tudom, ki van a vonal túlsó végén. Halló! Csokalom, Dani Kálmán vagyok, Szigetváról. Jó napot kívánok, Kálmán! Örülök, hogy hívott bennünket, és remélem, hogy sikerül is majd a játék. Én is. Ismeri a játékszabályokat, ugye? Igen. Rendszeresen nézi a sétatér műsorát? Igen. Nagyon jó, kezdhetjük a játékot. Mit hova tegyek? A 6-os kérném szépen föl a csúcsra. Így? Nem jó. A 7-es. Így nem jó. Se akkor a 3-as. A 3-as, az talán az jó. Az nagyon jó. Az jó. Akkor a 6-os kérném szépen balra, sarokba, a négyzetbe. Úgy, ha lehet. Próbáljuk meg a 7-est mellé. Igen, gondolom, hogy így gondolja. Igen. A 4-es kérném szépen alá középre. Alá középre? Igen. Az 5-ös kérném szépen jobbra. Így gondolom. Igen, és akkor az 1-es, 2-es, 6. Jaj. Az nem jön. Én legyek nagyon ügyes. Jaj, és oda jaj, a kettő. Kettest kérnünk szépen. Már is megvan. Igen. Én voltam a nagyon ügyetlen, de hát azért gondoltam, hogy szurkol egy kicsit nekem, Kálmán, hogy igen, a helyére tudjam tenni azt a kettest. Gratulálok a nyereményének. Nagyon szépen köszönöm. Öné az 5000 forintos ajándékutalvány. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Gratulálok én is Kálmánnak, és most egy kicsit tekintsünk a múltba. Burján István néprajzkutató, immár kollégánknak számító barátunk most önöket visszakalauzolja úgy a múltba, hogy elmondja, hogy ezekben az időkben mik voltak a legfontosabb népszokások. Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott. Népszerűségét... Egy katona szent, aki föladja a katonaságot, ezért a császár meggyanú gyávasággal gyanúsítja, azt mondja, hogy ő nem gyáva. Gyávaságot úgy bizonyítja, hogy pajzs és sisak nélkül a seregeknek indul, áttör a seregökön, tehát így bebizonyította, hogy ő nem gyáva. Éppen ezért Szent István
zászlajára is fölkerül. Márton napja gonoszjáró, időjós, rámutató és tiltó nap egyben. A hazai középkorban a jószág egyik jeles patrónusaként tisztelték. Régen Márton a gazdasági év fontos őszi zárónapja volt. Szent Márton az állatok patrónusa is, és mivel mint az állatok védője a patrónusa, ezen a napon a kondászok, juhások járták az állattartó gazdáknak a házait egy vesszővel, aminek az volt az érdekes, hogy minél több ágas boga végződése legyen. Megcsapkodták a házat, a gazda kijött rétessel, megkínálta őket, de és a mondóka pedig az volt, hogy annyi malata legyen a göbéjének, ahány ága boga van a vesszőnek. Szent Márton általában a luddal, a libával kötik össze. Amikor Szent Mártont püspöki akarták választani, hát ő a szerénységében egy ludolba bújt, ám a libák elárulták gálgogásukkal, így mégis püspökké választhatták. Érdekessége Szent Mártonnak még az, hogy ez az az időszak, amikor a borok beérnek. Tehát az új bor, úgymond, hogy a Szent Márton a bornak a megmondhatója. Miért esznek ekkor ludat, ugye? Hát a lud itt nem csak úgy szerepel, mint táplálék, hanem ebből a ludból jósolnak is. Tehát a Szent Márton ludját, amikor fogyasztják a sütludat, akkor a mellehúsából következtetnek az időjárásra. Ha a mellehúsa szép fehér, akkor igen, természetes, hogy nagy hó lesz. Ha a mellehúsa barnás, akkor sáros lesz a tél. Ez a nap egy dologtiltó nap, de úgy dologtiltó nap, hogy ezen a napon mosni nem szabad. Tehát a mosás az abból áll, hogy nem szabad teregetni. Mert ha teregetünk, akkor a következő évben vagy nem sokára megközelít a házat, megtámadja a dögvész, és hát az elhullott állatok kerülnek a szárítókötére. Ugyanakkor ezen a napon nem szabad libát ültetni, vagy liba tojást elültetni, mert abból a tojásból kétfejű libák fognak kikelni. Kedves nézőink, a most következő percekben is maradjunk a múlt idézésnél. Tegnap, november 4-én, a Nemzeti Gyásznapon sokan felidézték azoknak az emlékét, alakját, akik 1956 embert próbáló hónapjaiban tették a dolgukat, mégpedig úgy, ahogy kellett. Most dr. Aszódi Pál és Bódis János idézi fel személyes emlékeit. November 8-án történt, esti sötétedési órákban, többünket egy ilyen lezárt páncélautóba tuszkoltak be. Két oldalt voltak ilyen padszerű ülőalkalmatosságok. Azt hiszem hatan vagy heten ültünk egymással szemben. A belső ajtónál is orosz géppisztolyos, és a kijárati ajtónál is orosz géppisztolyos. Hát így indultunk el a kaposvári börtön udvarából. Ki tudja, hogy hova, ugye? Pontosan. Engem két dolog foglalkoztatott, akkor egy 5 hónapos kislányom volt, hogy mi lesz a családommal, hiszen azt se tudják, hogy hova megyünk. Mert azt tudtuk november 4-től, hogy itt csak az oroszok parancsolnak. Magyar embert, magyar hatóságot, magyar illetékes nem láttunk. Hát, hogy az oroszok milyen szándéka vannak irántunk, azt senki nem tudhatta. Két gondolatom volt a család mellett, a másik az, hogy ásni nem fogok. Ez hatódszik, hanem nem dramatizálni akarom. De akkor én már voltam mindenre készülve. Főleg akkor, hogy úgy éreztem, ezt csak úgy magamban gondoltam, hogyha döcögőre veszi a páncélautó a közlekedési utat. Hát döcögőre vette. Mint utólag megtudtuk, a Toponári erdőben álltunk meg, és amikor az orosz hangokat elhangzottak, hogy ilyen davaj-davaj, kiszállni. Én szépen, hogy megálltam a páncélautó ajtajával, és mindannyian, akik ugye egyenként kiszálltunk, azt láttam, hogy balról körülbelül 1 méter távolságra legalább 60 orosz géppisztolyos katona, de onnan nappali fényárban, mint ahogy most itt a kamerák fényében vagyunk. Ez volt a Toponári erdő nagy sötétségében. Óriási fényárada. Ilyenkor az ember felkészül a halálra, nem? Föl, és ismételen nem dramatizálni akarom. Tehát ott tessék, ott elképzelni, ott most mire számíthattunk, mikor ott ők azt hitték, hogy mi azok vagyunk, akik ő ellenük
Eszközzel, mindenen, hát ellenség. Minden eszközzel fel akarunk lépni, stb. Buszba raktak bennünket, lefüggönyözött buszba, és akkor így indult el velünk a menet. Kivittek engünket Csapra. Egyből a vonat végig megszállt, sehol Csapon állt meg, és ottan vettük észre, hogy rengeteg rabókocsi áll rendelkezésre ott az állomásnál, és az egész szerelvény szállal leszállították ott a civil katonák, és akkor onnan vittek le bennünket Ungvárra, az ungvári börtönbe. Ott ugye adva a börtön illemnek, azzal kezdték, hogy fürdés, és hát önérzetben megsértve mindannyiunkat leszőrtelenítettek teljes egészében, akkor utána nyilvántartás következett, daktiloszkópikus lenyomatvétel, akkor a portré, jobbról balról, premier plán, ugye, bekerültünk a nagy orosz bűnügyi nyilvántartóba, mint az orosz nép ellenségei. 30 napig tartott pontosan, mert úgy látszik az ENSZ-ben mégiscsak sikerrel vívták azt a küzdelmet, hogy a kádárik tagadásával szemben tény lett, hogy ugye ott van kint, mert a indiai politikus is akkor már többen ez ellen fölléptek, és akkor jobbnak látták, nagyon gyorsan, ahogy Schwarzba vittek, Schwarzba gyorsan visszahoztak bennünket, vissza a kiindulási helyre, bennünket a kaposvári börtönben, a pécsieket Pécsre, és mindenkit a saját helyére vittek. Múlt után ismét jelen, vagy inkább jövő. Köszöntöm a stúdióban a hexameterbe illő nevű Pásztori Dórát, ugye Spondeus Dactylus szabályos váltakozása, paraolimpikon kezében Sárikával. Milyennek a babának vagy kabalának a története? Ő volt az, akit az első versenyemre először elvittem kabalának, mert ugye akkor is, meg még most is az a szokás, hogy mindenkinek van valamilyen kabalája versenyen is, és hát pont nekem ne lett volna, és ő jutott először eszembe, mert hát úgy vidám meg. De Dori, és mi a szokás a versenyeken, hogy hova teszitek ezeket a kabalababákat, hol szurkolnak ők? Először is nem árultuk még el, ugye, hogy úszó Dori, és Európa bajnok. Ráadásul. Hát ha sikerül anyának eljönni, általában ő szokta szorongatni ezeket a kis kabalákat, meg hát akkor mindig találok valakit rá. Tehát van, amikor a széken, rá. Igen, persze, van, amikor ott hagyom a széken, a felkészülő széken, úgyhogy... Mikor kezdtél el úszni, Dori? 95-ben úgy komolyan, amikor úgy eldöntöttem, hogy versenyszerűen fogok, és hát azóta tulajdonképpen. Ez mit jelent, hogy komolyan edzésben? Hát elkezdtem járni edzésekre. Jó, de mennyit? Naponta. Mennyit kell edzened? Naponta 2 órát. És mikor vannak ezek az edzések? Nagyon korán, vagy délután? Igen, és hát most a jövőtől már reggel is kell járnom az olimpia évében, ugye? Na, hát akkor azt tisztázzuk, hogy te Sydneyben egy biztos induló vagy. Igen. Mikor lesz ez a... Körülbelül egy év múlva. A rendes olimpia után. Után. Igen. Milyen számban indulsz? Mert azt tudjuk, hogy a világranglistán több számból is helyezett vagy, jegyzik az eredményeidet, de melyik az a szám, amelyben várhatóan indulni fogsz? Hát a biztos az a 200 vegyes, abban lettem Európa-bajnok. Gondolom még a 100 pillangó, ami... Ez Egerszegi Krisztina száma volt, ugye? Hát igen. Volt rád hatással? Nem, én nem szeretem a 200 vegyest, mert elég kegyetlen, mert ott mind a 4 úszás nembe kell hát rendesen jól tudni úszni. És neked melyik a kedvenc? 100, mert azt nagyon szeretem, és azt úgy éreztem, hogy ez az enyém, és abban leszek a legsikeresebb, és pont az nem jött ki úgy az Európa-bajnokságon, ahogy vártam. Ez mit jelent, hogy nem jött ki úgy, ahogy vártad? Nagyon rossz időt úsztam, és a helyezésem se lett olyan, amit vártak tőlem, meg én is magamtól. De ettől még azért te szereted ezt az úszás nemet? Persze. És mi az, amitől kijött viszont a 200 vegyes? Az volt az első nap, nem tudom. Hol rendezték ezt az Európa-bajnokságot? Németországban, Braunschweigban. Itt Pécset milyen hagyományai vannak a ti sportotoknak? Kikkel úszol együtt, és hol? Milyen csapatban? A nevelési központban úszom, és az egészségesekkel. Ez nagyon fontos, mert így azért nagyobb a megterhelés, mint az ilyen sérült gyerekeknek. És az Anatolij Petrov az edzőm. Nagyon szeretem. De elég kemény, szóval hát, hogy is mondjam,
Mondjuk neve alapján gondolom, hogy igen. Nem tőzsgyökeres pécsi. Igen, ukrán. Úgyhogy meg kell szokni. Dori, kik támogatnak? Mert azért tudjuk, hogy ma már ez a fajta sport sem egy-két fillérbe kerül. Hát igen, legfőképpen anya. Minden szinten. Jó, ha megengeded, itt az én kollégáim nevében átadok neked egy borítékot, mert mi itt lekémkedtük már ezt a helyzetet, és ebben van 15 ezer forint, hogy elárulom neked, majd nézd meg, és használd arra, hogy többet tudjunk itt találkozni, és szeretnénk olimpiai helyezetként is téged majd itt köszönteni, de ha netán nem nyered meg, az sem baj, az a lényeg, hogy jó kellene. Köszönöm, azt hiszem lesz mire költem. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm. Kedves nézőink, folytatódik tehát tovább a műsorunk. Nem csak Bonyhádon, hanem egész Tolnában és Baranyában is jól ismerik Rónai Józsefnét. A tanárnő a nemzetiségi német nyelv oktatásában és karvezetésben is kiváló teljesítményt nyújtott és eredményeket ért el. A Bonyhádi képviselő testület éppen ezért a közelmúltban Merész Konrád díjjal ismerte el a kiváló pedagógusi teljesítményt. Kérem, most ismerkedjenek meg Rónai Józsefnéval. Guten Tag, sind Sie Herr Wagner? Ja, und wie sehr habe ich das Vergnügen? Vergnügen? A Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-német énekszakon végeztem. Először énekszakosként kerültem ide Bonyhádra, Vörös Marti Általános Iskolába, ahol most is vagyok. És minden osztályban, minden felső tagozatos osztályban éneket tanítottam. Később pedig elkezdtük a német oktatást 1971-ben. Ha az ember éneket tanít, abban nem csak a muzsika van benne, hanem rengeteg sok minden más. Benne van az egész ember, aki megmer szólalni, és aki, az is, aki nem mer megszólalni, mert a legnagyobb művészet azt megszólaltatni, aki nem mer megszólalni. És tulajdonképpen nyelvet nagyon szeretek tanítani. Én úgy tudom, hogy az ön szívecsücske a kórusvezetés. Így van? Igen. Egy felnőtt kórusom, német nemzetiségi kórusom 20 éve Bonyhádon, 5, illetve 6 éve Cikón, szintén egy felnőtt nemzetiségi kórus, ami most néhány gyerekkel is bővült, és miután most a nyugdíjkorhatárt is elértem, és szeretném, hogyha a gyerekkórus igazán lendületes és friss kezekbe kerülne, ezért a szívem csücskét, a gyerekkórust adtam át egy olyan kolléginának, aki valamikor a tanítványom is volt, és ugyan arra a főiskolára járt, és ugyanaz a tanár, Tillai tanár úr tanította őt is, az ő kórusaiban énekelt, és az ő kezébe tettem le az én életművemet tulajdonképpen, a gyerekkórust. Mi az, ami a karvezető személyiségén kívül ma még egy kórusba vonzhat egy fiatalt, vagy éppen egy idősebb embert? Én azt hiszem, hogy a társaság. A társaság nagyon sokat jelent, az együttlétek, a heti rendszeres együttlétek, és nem csak éneklés van a kóruspróbán, hanem nagyon sok mindenről szó esik. Sok a közös kirándulás, a közös szereplések, a szurkolás, az összetartja a társaságot, és a felnőtt kórusban még olyan is van, hogy tulajdonképpen majdnem minden héten ünnepelünk valamilyen névnapot, születésnapot, egyéb alkalmat, házassági évfordulókat. Ennyi mindent csinálni, ilyen nagy szívvel és ilyen nagy lelkesedéssel nem lehetne békés családi háttér nélkül. Én szerencsés vagyok, mert olyan férjem van, akivel az érdeklődési körünk megegyezik, bár ő nem énekes és nem kórusvezető, de mindenben támogat engem, hogyha ilyen problémáim vannak, illetve sokszor elkísér bennünket a szereplésekre, együtt szurkol, és nagyon őszinte kritikát mond, és ezzel nagyon sokat segít. A legnagyobb feladatunk az, hogy az emberben megtartsuk azt a szépségre való igényt, amit nem szabad, hogy a számítógép és a gépesített világunk kijöjjön az emberből, hogy tudjunk tükröt tartani magunk elé, és belismerjünk nézni abba a tükörbe,
Tehát, hogy az ember ne legyen belül üres. Nem csak táncolni, énekelni, sportolni, rajzolni kell, hanem a legfontosabb a szívünk, amivel a lényeget látjuk. Nincs az a sétatér, amelyen járva, sétálva előbb-utóbb ne akadnánk egy gyors büfére, étteremre, kifőzésre. Mi is így vagyunk. Jósvai György kollégánk, a regionális gasztronómia nagy tisztelője és ismerője ezúttal Kaposfőre látogatott el, vagy ahogy a környékben mondják, Szomajomba, és egy eredeti szomajomi pacalt ajánl most az önök figyelmébe. Pacal készítés folyamatát két részre tudjuk osztani. Az első részben fűszeres zabalében félig puhára főzzük a pacalt. A zabalébe vöröshagymát, fokhagymát, nem csipős füzért paprikát, egész borsót és babérlevelet teszünk. Ez az abbalé, hozzá kell tennem, hogy itt üstben készül kint a kertben, ha jól tudom, a kedves mama készíti a dolgot, igen. De azért nem kell elkeseredni a háziasszonyoknak sem, mert otthon, fazékban is meg lehet oldani a kérdést. Mikor elkészült az abbalében ez a pacal, akkor mi történik? A félig főtt pacalt deszkára kitesszük, szépen kiraposgatjuk, hogy hadd hűljön. Hűlés után pedig hosszú csíkokra vágjuk. Az üstben igen forró tűzön egy óra hosszat főzzük a pacalt. Másfél órát kell főzni kuktába, de körülbelül két órát, hogyha fazékban fedő alatt főzzük. Apróra vágott hagymát egy kicsit elődinszteljük a zsírban. Zsírban és nem olajban, mert a sokkal jobban érvényesíti a fűszerek ízét. Utána ebbe a félig elődinsztelt hagymába, hagymás zsírba beleteszünk egy kevés lecsót. És utána ezzel a lecsóval tovább díszteljük a hagymát. Mikor a lecsóval összepároltuk a hagymát, akkor belekerül majd a többi fűszer és maga a pacal is, hogy aztán pörköltét formáljuk. Miután a tűzből levettük, hozzátesszük a reszelt fokhagymát, a jó kanára valót, elkeverjük bent, piros paprikát, jócskán, hogy szép színe legyen. Ez édes nemes piros. Igen. És vizet öntünk hozzá. Ilyenkor is mindig jobb meleg vizet önteni, hogy ki ne üljön a keverék. Hozzátesszük a szeletelt pacalt. Még egy kis vizet öntünk hozzá. Majd a fűszereket. Ez a konyhasó és az őrölt bors. Só, törölt bors. És aki csipősen szereti, az erős paprikát is tehet hozzá. És lassú forralásra körülbelül még egy órán keresztül főzzük. A pacalnak egy igen finom, sűrű leve lesz, és jól jegyezzék meg, hogy liszttel nem szabad sűríteni, mert aki a pacal levét liszttel sűríti, az egyéb gazemberségekre is képes. És ismét játék, játék, játék. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kit köszönthetek? Kovács Vilmos, Né Zsuzsa vagyok Mohácsról. Kedves Zsuzsa, Mohácsról kezdjük a játékot egy 5000 forintos ajándékutalvány eremény reményében. A hármas megy fölülre. De jól látja, Zsuzsa. Igen, itt állok előtte. A négyes lesz a alája. Igen. Akkor a hetes tegyük ide alulra, sarkája ide sarkába. Igen. Jaj, már majd... Hatos melléje. Igen, gondoltam, hogy ezt szeretném meglépni. Akkor az egyest kérem szépen a jobb sarkába fölülre. Így? Hát igen. Jó, alakulik. Az ötöst kérném szépen melléje.
Talán így, ugye? Igen. És a kettest a sarkába, kérem szépen. Zsuzsa. A bal sarkába. Zsuzsa, ön nyert. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott. Én is köszönöm, viszont nézze hallásra. Nézze továbbra is a műsort, viszont hallásra, viszont látásra. Igen, köszönöm, viszont hallásra. A játékosunk boszorkányos ügyessége mellett én azonban még mindig a pacal hatása alatt vagyok, tehát ne felejtsék el azokat a jó tanácsokat, amelyeket Jósvai György kollégánk mondott. Megjegyeztem, próbáltam megjegyezni, zsírban kell sütni, dacolva minden reformkonyha ide vonatkozó kutatásaival és eredményeivel, majd pedig lisztet nem szabad beletenni, nehogy itt a gazemberség gyanújába keveredjünk. Próbálják meg a hétvégén, én azt javaslom mondjuk egy könnyed, laza szombati ebéd. De hogyha hétvégére egyéb programuk is van, vagy idejük van, azt Varga Gyöngyi ajánlójából most megtudhatják. Nemzetközi népzenei fesztivált rendeznek ma és holnap Pécsett. A 10. Pécsi Folknapoknak a Janus Pannonius Tudományegyetem Pécsi Egyetemi Klubja szolgál helyszínül. Ma este 7-től az Engő Együttes, a Simply English Angol-Magyar Folklore Duo, a bihari kürtös hegedűsök, a kolinda, a szélkiáltó, az ifjú muzsikás, Sebestyén Márta és a muzsikás együttes lép fel. Holnap este 7-től a kaláka, a vándorvokál, az arkotrió, a mezőségi Kovácsi Gavriele és Budai Mihály, valamint az ördögfüzesi zenekar, Paul Dooley Írországból és a Téka együttes szerepelnek. Táncház lesz ma is, és holnap is éjjel 4:45-től, amíg csak bírják. Jubilál a Komlói Színház. 17 évvel ezelőtt, 1982. november 5-én gördült fel itt először a függöny. Ez alkalomból lép fel a Súgójuk Színház ma este 7-kor, Rejtő Jenő két felvonásosával. A Kabaré Csokor című előadás rendezője ifjabb Balázs Iván. Piha Art figuráival hétfőn és kedden is találkozhatnak a Komlói Színházban, ahol egyébként Deák Zsuzsa festőgrafikus Téli Tárlat című kiállítását is megtekinthetik 2000. január 3-áig. A Pécsi Bóbita Báb Színház szeretettel várja a kicsiket és nagyokat holnap után, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő új bemutatójára, melynek címe Aladdin és a bűvös lámpa. Az előadás érdekessége, hogy egy klasszikus mese, klasszikus báb technikával valósul meg, tehát igazi gyönyörű bábokat láthatnak az eljövő nézőink. Már egy hónapja egy bábmúzeumot is megtekinthetnek a Bóbitában, hiszen szeptember végén megnyílt a Bóbita Bábmúzeum első része, ami a nagy teremben látható. Én azt gondolom, mindenki örömmel és szeretettel fogadja ezt a kis kiállításunkat. A modern táncot kedvelők figyelmébe ajánljuk a Pécsi Horváth Színház ma esti programját. Este 7-kor látogatók címmel kortárs táncokat ad elő a Sirius Tánc Együttes és az Árt Kísérleti Stúdió. Művészeti vezetők Radics Zorka és Szalai Tamás. Ha ma estére már választottak valami más programot, akkor ugyanezt az előadást hétfőn este 7-kor is megtekinthetik a Pécsi Horváth Színházban. Lassan sétánk végére érünk. Láttunk kirakatokat, hasznos tanácsokkal is szolgáltunk reményeink szerint, és elköszönünk kedves nézőinktől. Legközelebb ugye egy hét múlva találkozunk a szokott időben, de előtte még látunk valamit. Kedves nézőink, a Határon túli Magyarok Pécsi Fesztiválján munkatársaink azt kérték több résztvevőtől is, hogy fogalmazzák meg azokat a vágyaikat, amelyeket határon túli magyarokként szívesen vennének, hogyha megvalósulhatnának. Nos, búcsúzásként ezekből a vágyakból láthatnak egy válogatást, de ne menjenek el, mert hogy a szóbeli összeállítás után következik egy táncos produkció is, mégpedig a Burgenlandi Őri-szigeti Táncegyüttes produkcióját láthatják. Most én is megköszönöm munkatársaim nevében megtisztelő figyelmüket. További kellemes napot kívánok mindnyájuknak. Viszontlátásra egy hét múlva. Viszontlátás. Ha valami vágyat kéne megfogalmazni a kinti magyarság nevében, és akkor mi lenne az? Vágy. Szerintem szeretet a nemzeték között. Ez a legnagyobb vágy. Talán azt, hogy ezek a gondok, amik nálunk vannak jelenleg, ezek megoldódjanak,
és egy szebb jövőt, mint aminek egyelőre elébe nézünk. Úgy érzem, hogy elég sajátos gondjaink vannak. Biztos vagyok benne, hogy szubjektív vagyok most, de úgy érzem, hogy az erdélyi magyarok gondjai kicsit sajátosak, és részletekben jobban oda kellene figyelni rájuk. Általában azoknak az erdélyeknek a gondjára szoktak figyelni, akik már itt élnek, és nem azokra, akik otthon vannak. Úgyhogy ezt a folyamatot úgy meg lehetne cserélni, hogy inkább azokra figyelnek, akik ott vannak, és nem azok, akik itt élnek, és átköltöztek. De én most ebben a pillanatban azt kívánom, hogy jövőre is itt találkozzunk.